Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damina Dávid vagyok. Érkezett egy csomag a Szukicstól, és ebben a videóban ezt fogom már is kimondani, és megmutatni, hogy mi van benne. Tartsatok el! Ebben az évben most rendeltem először a Szukics kiadótól, mégpedig húsvét alkalmából, amikor is csináltak egy akciózást, mégpedig, hogy volt egy 10%-os kupon, amit fel lehetett használni csak raktáron lévő Szukics termékekre, valamint ingyenes volt a posta. Úgyhogy ezt kihasználtam, és aztán megrendeltem egy képregényt, illetve egy könyvet. Hogy mi a képregény, azt szerintem már tudjátok, hogyha ugye elolvastátok a videónak a nevét. Maga a könyv az pedig nem Szukics termék, viszont az előrendelés volt, hogy azért csak most érkezett meg, és ugye nem húsvét után nem sokkal. Úgyhogy akkor már is kibontam, sikerült is, és akkor nézzük, hogy mit sikerült akkor megrendelni. Most hát legelőször is a könyvet fogom mutatni, ami ugye, mint mondtam, nem Szukics termék. Ez az Európa kiadónak a terméke, kiadása, úgyhogy ezzel most nem fogok sokat foglalkozni. És ez nem más, mint Stephen King-től a Később című regény, vagyis a legutóbb megjelent Stephen King regény, vagy hát ugye a legutóbb magyar nyelven megjelent Stephen King regény. Itt van a borító, a gerinc, valamint a hátulja, amit látni fejlefelé mutattam, tehát a hátulja. És hát ez picivel több, mint 300 oldal, úgyhogy nem tartozik King hosszabb regényei közé. No, hát majd megy fel a polcra a többi Stephen King regény, meg novella, meg hasonló dolgok közé. Ugye Stephen King a kedvenc író, aztán majd lassacskán el fogom olvasni. No, de hát akkor térjünk is rá a lényegre, ami miatt ugye elsősorban ez a videó készül, az pedig a Szukics által kiadott legújabb Stranger Things képregény. És akkor azt is mutatom már is. Tehát Stranger Things tűzben égve, ami a harmadik Stranger Things képregény. Itt látható a borító, a hátulja, és akkor a gerinc. És akkor lapozzunk is bele, nézzük meg egy picit közelebbről ezt a kötetet. Tehát a Stranger Things tűzben égve című képregény, aminek a hátulján azt írják, hogy 3-9 és Control története folytatódik. Ez a képregény kötelező olvasmány a Netflix Stranger Things furcsább dolgok sorozatának rajongói számára. A kötetnek 4990 forint az eredeti bolti ára, de azt ugye bár a Szukics weblapján, a linket meghagyom a videó alatti leírásba, ott nyilván olcsóban be lehet szerezni. És ez a kötet, ez eredetileg már tavaly megjelent volna, én akkor elő is rendeltem, csak aztán végül szinte az utolsó pillanatban bejelentették, hogy mégse fog megjelenni, hanem majd idén a következő évad premieréhez időzítve a megjelenést. Ugye a negyedik évad az hamarosan el fog kezdődni a Netflixen, vagy hát ugye hamarosan lesz majd, és ez most jelent meg, talán még egy hónap is nincs, hogy megjelent ez a kötet. Úgyhogy persze most újra megrendeltem, és akkor végre megérkezett, végre el tudom olvasni. A maga tévésorozat ugye nekem nagyon tetszik, és az első két képregény sem volt szerintem rossz, ami megjelent idehaza, úgyhogy kíváncsi vagyok erre a harmadikra is, úgyhogy majd lassacskán ezt is el fogom olvasni, és aztán remélhetőleg azért majd jelennek még meg Stranger Things képregények magyar nyelven a Szukicstól, mert egyébként vannak, tehát külföldön vannak Stranger Things képregények. Sőt, a Szukics weblapján azt hiszem legalább egy két darab elő is jegyezhető, úgyhogy mindenféleképpen adjatok le előjegyzést, mert úgy legalább látják, hogy mennyire van igény ezekre a képregényekre, és talán nagyobb eséllyel jelennek majd meg. Úgyhogy akkor ez volna itt a Stranger Things tűzben égve című képregény, ami végre megjelent Magyarországon, magyar nyelven. És hát ahogy nézem, egyébként elég szépen meg van rajzolva, úgyhogy tényleg kíváncsiakra hamarosan elolvasom. Úgyhogy Stranger Things tűzben égve, ez volna most ez a Szukics csomag, valamint ugyebár a Stephen King-től a Később című regény. Ha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban.
hogyha szeretnétek valamit kérdezni, hogyha megírnátok a véleményeteket, például, hogyha már olvastátok ezt a könyvet, ezt a képregényt is írnátok róluk, de persze csak spoilermentesen, akkor ezt a videó alatt hozzászólásba tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!